Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagy Andrást a körünkben. András nem ismeretlen, azt hiszem sokunk körében. Nem akarsz leülni, akkor én is felállok. Nem, már csak egy beszélni jobban. Egy pillanat. Nyugodtan csúcs. Úristen, egy is előadni akarsz? Három mondatos bevezetőt igen akarok tartani. Ugyanis fel akarom a figyelmet hívni arra, hogy mennyire aktuális az a téma, amelyről András saját kezdeményezésére ma beszélni akar, és én kapva kaptam ezen a témán. Ugyanis mindannyian érezzük, hogy a válságos körülmények között 2008 óta különösen a kapitalizmus sokoldalú válságának jelenségei közepette egy erős jobbra tolódás zajlik. És mindig zavarba vagyunk, amikor nevén kell nevezni, hogy mi ez a jobbra tolódás, milyen erők ezek, fasisztoid szót szoktunk használni, meg neofasiszta, meg. De nem tudjuk igazában, hogy miről van szó. Én azt hiszem, hogy András erről fog nekünk egy saját gondolatsort elmondani, amit utána megbeszélünk, és nagyon köszönjük el. Hát igen, én egy ilyen fogalomtisztázást szeretnék végrehajtani. Kicsit nem tökéletesen fedi a megadott címet. A helyzetről kevesebbet fogok beszélni, a fasizmusról többet. Arról se túl sokat, mert korlátozott az idő. De előtte megjegyezném azt, hogy a mai politikai közbeszédben szinte minden fogalmat hibásan használnak. Szitokszóként használnak olyan szavakat, amiknek megvan a maguk értelme. És akik használják ezeket a szavakat, sokszor fogalmuk nincs róla, hogy miről beszélnek. Csak úgy röviden megemlíteném, hogy hát egyrészt ugye a kommunista, az is a szitok szavak közé tartozik. Van, aki pozitívan túlértékeli a kommunizmustól, ugye még ilyen sztálini örökség, mint egy felépítendő társadalomról beszélünk, holott Marx és Engels világosan megmondták, és még Lenin is megmondta kezdetben, aztán később megváltoztatta egy volt a véleményét, hogy a kommunizmus az nem egy elérendő cél, egy állapot, hanem az maga a mozgalom, amelyik a fennálló rendet pozitívan meg akarja változtatni. A másik ilyen fogalom a liberalizmus és a neoliberalizmus, amit alaposan összekevernek egyrészt, másrészt teljesen kiforgatnak az értelmükből. Eredetileg a liberalizmus és a neoliberalizmus nem politikai kifejezések, hanem közgazdasági kifejezések. A liberalizmus az Adam Smith és Ricardo nevéhez köthető, és tulajdonképpen egy olyan gazdaságot jelent, ahol teljesen szabad, liberális a piac, és az államnak csak az éjjeli őrszere marad, hogy vigyázzon, hogy ezen a piacon ne rendetlenkedjenek azok, akik egyébként rendetlenkednének. Ez a liberalizmus gyakorlatilag, ezt már Lenin elemezte az imperializmus elméletében, gyakorlatilag a 19. század végén elkezdett recsegni, ropogni, és a 20. század elején teljesen összeomlott, amit nagyon hangosan az első világháború jelzett. Az első világháború után a győztes hatalmak még rövid ideig fönn akarták tartani ezt a liberalizmust, azonban 1929-ben egy soha nem látott méretű gazdasági válság következett be, amit az addigi válságok szinte maguktól megszűntek, ugye 8-10 éves periódusokban megjelentek, aztán megszűntek, aztán megint megjelentek, megint megszűntek. Ez a válság még nem akart megszűnni, ez a 29-es válság. Végül három teljesen különböző, de most három az, ami a legjellemzetesebb, teljesen különböző jellegűnek látszó ország,
nagyon hasonló módszerekkel számolta föl ezt a válságot. Az egyik az Egyesült Államok volt Roosevelt elnöksége alatt, ez a New Deal nevű programmal végeláthatatlan országutakat építettek Amerika egyik végéből a másikba, és ezzel sikerült állami irányítás alatt felszámolni a válság nagy részét. A másik az a Szovjetunió volt, a sztálini Szovjetunió, ahol elkezdték az 5 éves terveket, és ez az 5 éves terv meg se engedte, hogy a Szovjetunióba beszivárogjon a nagy válság. A harmadik az viszont Adolf Hitler Németországa volt, ahol szintén utaképítésével számolták fel a válságot, csak ezek az utak nem úgy, mint Amerika egyik végét kötötték össze a másikkal, hanem Berlint kötötték össze a határral, és minden egyes útnak az alapozására fél méter magasabb betonréteget használtak, ilyenre autóknak nincs szüksége, de tankoknak igen. Tehát ezek az utak azért épültek, hogy meg lehessen támadni a szomszédos országokat. Tehát három különböző módszer, három különböző cél érdekében nagyon hasonló módszereket alkalmaztak ebben a három nagyhatalomban. A háború mégis kitört, a második világháború, és a második világháború után azok az elméleti következtetések, amiket nekem névmemória problémáim vannak. Nagyon körül. Írd körül. Hát aki megoldotta, azt hitte, hogy megoldja ezt a problémát. Hol? Hol? Melyik országban? Angol közgazdász. Most hirtelen. Kénysz. Kénysz. Tehát a Kénysz, aki meg a háború előtt kidolgozta az elméletét, de akkor senki nem vette komolyan, bár ő ezt a három példát használta föl, ezeknek a közös vonásaiból építette föl az elméletét. A Kénysznak az elmélete a második világháború után győzedelmesen tört előre, ami azt jelentette, hogy a lényeg az volt, hogy az államnak túl kell lépnie az éjjeli őr szerepen, és nagyon aktívan és nagyon durván bele kell avatkozni a gazdaság irányításába. Azonban a 70-es évekre ez a rendszer is megbukott, megint elkezdődtek nagyon durva válságjelenségek. Magyarországon például állandóan mondták, hogy hozzánk nem szivárog be a válság, aztán valahogy mégis beszivárgott, méghozzá nagyon csúnyán, úgyhogy rendszerváltás lett belőle. De minden esetre ezúttal Amerikában egy másik híres közgazdász, Milton Friedman kidolgozta még az 50-es években a részbeni visszatérést a liberalizmushoz. Valójában ennek szinte semmi köze nem volt a liberalizmushoz, ugyanis arról volt szó a Keynesnek a neoliberalizmusa, az egy olyan gazdasági elmélet volt, hogy a piacot adjuk vissza a szabad versenynek, de a pénzügyeket azt még az eddiginél is jobban tartsa kézben az állam. Ezért Milton Friedman nem is neoliberalizmusnak nevezte a saját elméletét, hanem monetarizmusnak. És akkor még jobban érződik, hogy itt nem politikai kifejezésről van szó. Na most még van egy vonás a liberalizmusnak, ami miatt nagyon sok félreértés támad mellette. Nevezetesen ugye volt a nagy francia forradalom. A nagy francia forradalomban a két uralkodó osztály, a nemesség és a papság az első és második rend ellen föllázadt a harmadik rend. Az a rend, amelyik a jobbágyságból alakult ki, addigra már eléggé sokszínű társasággá, de még nem eléggé sokszínűvé, akkor még egybe tudták tartani, később szétszakadt ez a társaság burzsváziára és proletáriátusra, ellentétbe kerültek egymással. Ez a harmadik rend a forradalmi mozgalmát az alatt a jelszó alatt kezdte meg, hogy szabadság, testvériség, egyenlőség. Nem, szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez az úgynevezett citoen jelszó,
aminek, amikor szétvált, szétesett a harmadik rend harmadikra és negyedikre, tehát burzsváziára és proletáriátusra, akkor ezt a szabadság, testvériség, egyenlőség jelszót a proletáriátusnak kellett volna öröklődnie. Többé-kevésbé ő is örökölte. Minden ember szabadnak születik, minden ember egyenlő feltételek között kell, hogy a boldogulását megtalálja, és minden embernek testvérileg kell viszonyulnia a többi emberhez. Szabadság, testvériség, egyenlőség, testvériség. Ezzel szemben a burzsuázia azt mondta, hogy szabad piac, az áruk érték egyenlősége és a pénz testvérisége, akinek pénze van, az a testvérem, akinek nincs pénze, az dököljön meg. A sztálinizmusnak az egyik legnagyobb hibája, bűnnél nagyobb hibája, nem, ez bűne volt, nem hibája, hogy ezeket a szituál értékeket átengedte a burzsuázia neoliberális, liberális, neoliberális szárnyának, és ekkor jött létre az a liberalizmus, amelyik már nem tisztán közgazdaságtani fogalom, hanem már politikai fogalom is, ugyanis ők kisajátították ezt a szituáció eszmét, és ugye a jogegyenlőségről, a jogi szabadságról és a testvériséget azt meg igyekeztek elhallgatni. Na most akkor, most ezt a részt befejezem, amikor a második világháborúnak vége volt, nem, az első világháborúnak vége volt, akkor a világháború után, mint mondtam, egy ideig megpróbálták helyreállítani a liberális gazdaságot, a szabad piacot, ami nem, végül is nem sikerült. Németországban, aki nagyon csúnyán elvesztette az első világháborút, nagyon nehéz viszonyok alakultak ki ennek a háborúvesztésnek a következtében, és ez egy nagyon erős társadalmi átalakulást hozott létre Németországban. A marxi elmélettől elszakadó, Engels halála után végleg elszakadó második internacionálé vezető ereje a szociáldemokraták szerezték meg a hatalmat Németországban, és nem tudtak urrá lenni a válságos helyzeten, és ezért kitört a Spartakusz lázadás. És ezt a Spartakusz lázadást a szociáldemokrata belügyminiszter Noske véresen leverte. És azt mondta, hogy valakinek a hóhér szerepét is vállalni kell. Na most, mikor most már ugrunk Magyarországra a rendszerváltás után, ugye a rendszerváltás után volt a Kornai János által transformációs válságnak nevezett gazdasági válság, ami kifejezetten a rendszerváltó országokra volt jellemző. Nyugaton még virágzott a gazdaság, de Közép-Európában és a Oroszországban, a szovjet köztársaságban, a volt szovjet köztársaságokban nagyon súlyos gazdasági helyzetek alakultak ki. Ebből az első rendszerváltó kormányok szinte mindenütt belebuktak. Ugye Oroszországban Gorbacsov bukott meg, Magyarországon az Antal Boros kormány bukott meg, és itt tovább, és itt tovább. És utána a szociáldemokrata jellegű kormányok kerültek nagyon sok helyen hatalomra. Itt Magyarországon is ugye a Horn kormány került hatalomra. És akkor a Horn kormány működésének a közepén nyugaton is elkezdődött egy nagyon súlyos gazdasági válság. És ez a gazdasági válság a transformációs válságot elmélyítette Kelet-Európában, Magyarországon különösen elmélyítette. És akkor a Horn kormány pénzügyminisztere, Bokros Lajos, szinte ugyanazt mondta, mint Noske, hogy valakinek a hóhér szerepét is vállalni kell, és ezért csinált egy olyan megszorító programot, aminek nem volt példája még a történelemben szinte. Most csak a érdekesség kedvéért mesélem el, időnként én nagyon materialista ember vagyok, de időnként ilyen furcsa érzéseim, ilyen transzcendens érzéseim támadnak,
Én azelőtt soha nem láttam egyetlen portrét sem Noszkéról. És valahogy ebben az időben a kezembe került, vagy az interneten elém került Noszkének a portréja. Kiköpött úgy néz ki, mint a Bokros Lajos. Egy az egyben. Szinte, mint a ikertestvérek lettek volna. A Bokros program aztán végképp összetörte a rendszerváltás utáni közérzetet, és nagyon sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy nem látták a jövőjüket biztonságban. És itt érnek rá a fasizmusra. Ugye a helyzet tényleg nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami az első világháború után. Részben Olaszországban, amelyik ugye ugyanazt kapta győztes hatalomként, mint amit a vesztesek kaptak a párizsi békék során. Részben pedig Németországban, amit nagyon súlyosan sújtottak a párizsi béke. Egyedülnek és Magyarországon is szintén ugye a trianoni egyezménynek súlyos következményei voltak. Na most ugye a következő kifejezés, amit szerted a hosszában használnak, az a fasizmus és a nácizmus. Aztán ilyenek hangzanak el, hogy a liberál fasizmus, meg liberál kommunizmus, meg kommunista fasizmus, meg mit tudom, hogy milyen összefügg. Abszolút nem összefűzhető fogalmakat összefűznek. A fasizmus és a nácizmus között nincs akkora különbség, mint ahogy sokan gondolnák. A fasizmus, és itt jön az az elmélet, amit egy kicsit én találtam ki, de eléggé sok minden ténnyel és egy irodalommal sikerült megalapoznom, úgyhogy nem tudom, hogy nagyon tévedtem-e, ha igen, akkor majd fel fogják rá hívni a figyelmemet ebben a vitában, ami hamarosan elkezdődik. A fasizmus én egy dialektikus fogalompárként látom. Tulajdonképpen az alap és a felépítmény fogalompárja egy konkrét történelmi időszakra vonatkozóan. Az alap az a fasiszta ideológia és mozgalom. A felépítmény az a fasiszta diktatúra. A győztes fasizmus. A fasiszta ideológia és mozgalom a leglényegesebb eleme az én elképzelésem szerint a tömegbázisa. Ebből következik, ahogy arra hamarosan rá fogok térni, hogy nem minden fasizmus, amiről azt gondoltuk mostanáig, hogy fasizmus. De pedig azért nem, nagyon sok mindenben szinte kísértetiesen hasonlítanak a fasizmusra, csak a tömegbázisukban nem. A fasizmus tömegbázisa ugyanis a nagy gazdasági társadalmi válságok idején lecsúszó, illetve a lecsúszástól rettegő középosztály mozgalma és ideológiája. Tehát azok az emberek, akik a válság előtt viszonylag jól éltek, viszonylag jó pozícióban voltak. Nem voltak uralkodó pozícióban, nem a felső osztályról van szó, hanem a középosztályról. Na most ez a középosztály, felső osztály, ez nem filozófiai kategória, ez egy statisztikai kategória, háztartás statisztikai kategória. A háztartásokat sorba rendezik a jövedelmeik alapján, és ezt a sorba rakott háztartásokat egy egyszerűbb számítás esetén 5, egy finomabb számítás esetén 10 egyenlő részre osztják föl. Maradjunk az 5 felosztásnál, azt gyakrabban használják. A legalsó csoport, az alsó osztály, akinek a legalacsonyabbak a háztartási jövedelmei. A legfelső, az a felső osztály, amelyiknek a legmagasabbak a jövedelmei. És a három középső osztály együtt alkotja a középosztályt, aminek van egy alsó középosztály, egy középső középosztály és egy felső középosztály része. Na most ez a középosztály, ez viszonylag jól élt a virágzó kapitalizmusban, és ezért nem a kapitalizmussal volt baja, hanem rettegett a lecsúszástól, illetve amelyik már le is csúszott, az kétségbe volt esve. Hogy miért csúszott le?
Nekem nem szabad. És addig, amíg nem csúszott le, addig azt mondta, mindenki maga hibás azért, hogy lecsúszott, én nem fogok lecsúszni. Aztán ő is lecsúszott, és akkor teljesen. Lehet, hogy én is hibás vagyok. Akkor Jézusom, ezt a érzetet, ezt nem lehet szinte elviselni. Ezért ez a lecsúszástól rettegő középosztály elkezdett bűnbakot keresni és találni. Ez a fasizmusnak az első jellegzetes vonása, a bűnbak keresés és találás. A következő jellegzetes vonása ennek a fasizmusnak, hogy ezek a lecsúszásban levő középosztálybeli emberek megdöbbenve és kétségbe esve tapasztalják, hogy akikkel korábban olyan jóban voltak, azok most mind leköpik őket. Elvesztették az ismerőseiket, a barátaikat, házasságok mentek tönkre, stb. 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 Jön a következő vonása a fasizmusnak. Ez a kétségbe esett középosztály csordává válik. Egy csorda szellembe leszúr rá rajtuk, hogy mi egyek vagyunk. Miért vagyunk egyek? Nem érdekes. Egyek vagyunk. És nekünk közösek az ellenségeink, a bűnbakok. A kétségbeesés még azt is, és itt jön a harmadik vonása a fasizmusnak, a kétségbeesés nem csak a csorda szellemet alakít. Ja igen, még menjünk vissza a csorda szellemhez. Tehát ez a kétségbeesett csorda, ez a legagresszívebben támad rá azokra, akik nem értenek velük egyet, illetve azokra, akiket bűnbakoknak tartanak. Ez az agresszivitás sovinizmusban nyilvánul meg, amit nem szabad összetéveszteni, bár nagyon hasonló, de nem szabad összetéveszteni a nacionalizmussal. A fasiszták minden látszat ellenére nem nacionalisták, hanem sovinisták. Ez éppen a magyar fasizmus esetében volt a legjobban látható. Ugye a legtisztább fasiszta mozgalom Magyarországon a Nyilas mozgalom volt. Nos, amikor a Nyilas pártot Pál Fidel, a Nyilas gróf be akarta jegyeztetni a belügyminisztériumban, akkor egy olyan szervezeti szabályzatot adott be a bejegyzési kérelemhez, amelyben a pártnak, amit akkor még nem hívtak Nyilas pártnak, hanem Nemzeti Szocialista pártnak hívtak. Ennek a Nemzeti Szocialista pártnak vörös alapon, fehér karikában fekete horogkereszt volt a jelképe, és az egyenruhája barna ink volt. Egyszerűen lemásolták a nácikat. Semmiféle nacionalizmus, ők nem magyarok, ők nácik. De a belügyminisztérium az viszont nacionalista volt, ugye Trianon volt a fő alapjuk az uralmuknak, állandóan Trianonra hivatkoztak, arról mélyen hallgattak, hogy a Trianon ellen a tanácsköztársaság harcolt, Horthy meg a kisujját nem mozdította ellene. Minden esetre, amikor a Horthy hatalomra került, akkor a Trianon volt a fő érve, hogy azt kell, hogy egybe tartsa a nemzetet. Na most a nyilasok, akik akkor még nem voltak nyilasok, hanem nácik voltak, azok nem Trianonról beszéltek, hanem egyszerűen lemásolták a német fasisztákat, a nácikat. A belügyminiszter Trianon alapján azt mondta, hogy erről szó se lehet. Egy idegen hatalomnak az állampártyát nem lehet lemásolni. Mert a Pálfi Fidel megpuszta a vállát, és azt mondta, jó van, akkor a kereszt nem nyilba fog, nem horogba fog végződni, hanem nyílba, és az ink nem barna lesz, hanem zöld. És így született meg a Nyilas párt. Tehát a Nyilas párt nem egy nacionalista párt volt, a Nyilas párt egy soviniszta, fasiszta párt volt, egy náci párt volt. Na most a nácik. A náci, ha általánosítjuk a fogalmat, akkor az egy olyan fasiszta, amelyik a bűnbakot rasszista alapon keresi. Ugye konkrétan a német nácik, akik a nevet adták ennek a mozgalom, ennek a fasiszta irányzatnak,
azok a zsidókat jelölték meg első számú ellen bűnbaknak. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a bűnbakot a nácik nem akarták kiirtani. Szó nem volt arról, hogy a zsidókat ki kell írtani. Hát micsoda marhasság. Hát ha kiírtjuk a bűnbakokat, akkor ki lesz a felelős a további problémákért. Hát a bűnbak az arra való, hogy minden problémáért ő feleljen. Tehát a bűnbakot azt verjük, a bűnbakot rugdaljuk, a bűnbaknak tépjük a szakállát, de nem írtjuk ki. 1941-ben a moszkvai csatát elveszítve fölmerült az a lehetőség, hogy a náci Németország elveszti a háborút. És ekkor egy új feladat jelent meg a nácik előtt, az Európa leigázott népeit és az eddigi szövetségeseit össze kell tartani, hogy nehogy ellene forduljanak Németországnak, hogy hát ez úgyis elveszti a háborút. Ezért ezeket az embereket bűntársakká kell változtatni egy soha nem látott bűnben. És ekkor hirdették meg Van Si értekezlete a végső megoldást, amit egy ilyen hollywoodi film nyomán Holocaustnak neveznek, pedig én ki nem állhatom ezt a kifejezést, annak az volt a neve, hogy végső megoldás, Endlösung, és ezt az Endlösungot azért határozták el Van Si-ben, hogy Európa szövetséges és leigázott népeit bűntársakká változtatva elérjék azt, hogy ezek ne akarják Németország verességét, és segítsenek megnyerni a háborút. És csak ekkor merült fel az, hogy a zsidókat ki kell írtani. Ugye addig ők voltak a bűnbakok, tehát eléggé meg voltak nyomorítva, őket volt a legkönnyebb kiírtani. De tulajdonképpen a kettő között nem volt közvetlen összefüggés. Na, visszatérve tehát. Tehát a nácizmusnak a lényege nem a rasszizmus, nem az antiszemitizmus, hanem a fasizmus. A nácizmus és fasizmus csak éppen ők a bűnbakot rasszista alapon keresik. Ez nem egy olyan lényeges különbség. Hát nagyon érdekes például, hogy ugye a nácik bűnbakjai között ott voltak a homokosok is, a homoszexuálisok. Hitlert hatalomra segítő Ernst Röhm, az SA parancsnoka, homoszexuális volt. Én nem vagyok benne biztos, hogy Hitler nem volt homoszexuális, mert állítólag egyetlen emberrel volt tegező viszonyban Ernst Röhmmel. Amikor Hitler hatalomra került, felgyújtották a Reichstagot, megszüntették a parlamenti demokráciát, utána nem javult megfelelően a helyzet. És az SA-ban elkezdődött az elégedetlenség. A fasiszták, tehát azok a lecsúszástól rettegő középosztálybeliek, azok azt mondták, hogy hát nem akarnak minket megmenteni a lecsúszástól. Hát hogy van ez? És akkor Németországban végrehajtották a hosszú kések éjszakáját. És ezeken a hosszú kések éjszakáján leszámoltak azokkal a fasisztákkal, akik komolyan vették a fasiszta kormány szociális ígéreteit, a szociális demagógiát. Ugye itt gyorsan még visszatérek arra, tehát azt a rendszert, amelyik a fasiszta mozgalomra támaszkodva jut hatalomra, és hatalomra jutva megvalósítja ugye az állítólag Dimitrov valójában a Kominterntől származó definíció szerint a finansztőke nyílt terrorisztikus diktatúráját, az a rendszer a fasizmusnak a felépítménye. De ennek a rendszernek a leglényegesebb eleme, hogy durván kiélezi ezt a bűnbakkeresést, tehát nagyon erősen, hát, és itt látjuk, hogy Orbánék mennyire fasiszták, egyik bűnbakot a másik után rángatják elő és dobják a piacra,
A másik pedig a szociális demagógia. Nyakra főre teszik a szociális ígéreteket, amiknek egy nagy részét, a túlnyomó többségét nem váltják valóra. És a harmadik, hogy úgy csinálnak, mintha mégiscsak valóra váltották volna a szociális demagógiát, a szociális problémákat rendőri eszközökkel oldják meg. Megint ugye ismerős a jelenlegi politikai életből, és hajléktalanok, kitiltjuk őket innen is, onnan is, ahonnan is. Nem oldjuk meg a problémáikat, hanem elkergetjük őket rendőri erővel. Ugye? Tehát a nácik, a fasiszták, az igazi fasiszták, az igazi nácik, akik jelentős része az SA-ban folytatta a csorta szellemű vezérelvű tevékenységét, azt elkezdte számon kérni, hogy mi ez? Hát mi hatalomra jutottunk, és nem oldódtak meg, még továbbra is félünk a lecsúszástól. És akkor jött a hosszú kések éjszakája. Tehát Hitlerék nem vallhatták be azt, hogy ők azért számoltak le az SA-val, mert számon kérték rajtuk a szociális ígéretekben nem váltását. Tehát először teljesen nyilvánvaló volt, hogy az SA, ugyanúgy, mint a német hadsereg, az átlagos, tehát az össznépességnél nagyobb arányban tartalmazott homokos embereket. Ez természetes, hogyha valaki elmegy katonának, hivatásos katonának, akkor az sok esetben azért teszi, mert nincs normális családi élete. Ugye? Tehát az SA-ban általános német viszonyoknál sokkal több homoszexuális ember volt, többek között Enzo maga is homoszexuális volt. Úgyhogy akkor a bűnbakok közé bevették a homoszexuálisokat, akik addig nem voltak a bűnbakok között, és úgy csináltak, mintha lecsukottak, azok tulajdonképpen homoszexualitásuk miatt lettek volna lecsukva. Egyébként megint csak az Orbán Viktor fasizmusára visszatérve, vagy előreugorva, nálunk is folyik a hosszú kések éjszakája, csak nem olyan durván, mint Németországában. Azért nézzük meg, hogy sorban most ugye a legutolsó hosszú kések éjszakája áldozat az a Matolcsi György. De előtte már sorba lettek elvállítva olyan emberek, akikről korábban azt gondoltuk, hogy na, ezek az oszlopos tagjai az Orbán rendszernek. És amikor kimerik nyitni a szájukat, hogy Viktor valamit nem jól csinálsz, akkor rögtön nem a hosszú kések éjszakája jön, hanem a hosszú rágalmazások, pofonok és egyebek éjszakája. Na most akkor visszatérek meg, és akkor be is fejlődöm. Az előtt tettem rá említést, hogy nagyon sok a Dimitrovi, ami valójában nem Dimitrovi, hiszen amikor a Kominter meghozta ezt a határozatát, akkor Dimitrov éppen a berlini Moabit börtön rabja volt, és ő nem vett részt ennek a határozatnak sem a megfogalmazásában, sem a meghozatalában, de hát úgy ismerjük, hogy a Dimitrovi meghatározás az nem csak a fasizmusra igaz. Horthy rendszere egészen Trianonig egyáltalán nem volt fasiszta, de véres diktatúra volt. Trianon után is csak egy kicsit volt fasiszta. Igazán fasisztává csak a Müncheni paktum után vált, tehát a 30-as évek végén. És az igazi fasizmus az a nyilas rendszer volt azóta százszáz. Már itt is nagyon vigyáznék, mert ma az is előszeretettel folyik, ugye tisztelem és becsülöm azokat, akiknek az emlékére megcsinálták a Cipők emlékművét a Dunaparton, de ennek az emlékműnek van egy nagyon súlyos negatív hatása. Úgy állítják be, mintha magyar rendőzungot nevezünk úgy, ahogy én nem szeretem a magyar holokausztot, a nyilasok csinálták volna. A nyilasok azok csak az igen kis maradékát végezték el ennek a szennyes munkának.
a nagy részét, a túlnyomó többségét a Horthy rendszer csinálta. Kezdve a kakastollas. Kakastollas rendőr. Csendőr. Nem a kakastollasok csinálták, hanem a tábori csendőrök. De a kakastollasok is részt vettek benne. A tábori csendőrség csinálta, de hát ez kezdődött a numerus clausussal. És hogy nem minden fasizmus, mert azt is összeszokták keverni a fasizmust a nácizmussal, nem minden fasizmus nácizmus, arra nagyon jó példa a numerus clausus, ami egy tipikus náci megnyilvánulás volt a Horthy rendszer részéről. Azok a fiatalok, akik a numerus clausus miatt nem tudtak Magyarországon tovább tanulni, azoknak egy jelentős része, többek között egy főorvos, aki engem megoperált még gyerekkoromban, Mussolini Oroszországába mentek tanulni. Mert ott ez nem volt probléma, hogy ők zsidók. Ott nyugodtan elmehettek tanulni. A fasizmushoz nekik nem volt semmi közük, és a zsidóságuk a fasisztákat nem zavarta. Úgyhogy ott nem volt numerus clausus. Magyarországon volt, meg Németországban is aztán nyilvánvalóan. Na most, tehát... Igen. Franco. Egy egyértelműen katonai diktatúrát hozott létre Spanyolországba, és kizárólag azért söpörte be maga alá a fallangét, a spanyol fasiszta mozgalmat, amelyik Spanyolországban egy meglehetősen jelentéktelen mozgalom volt, azért söpörte be maga alá, hogy megkapja a hitleri Németország és a Mussolini fasiszta Olaszországának a segítségét. De maga a Franco rendszer nem fasiszta rendszer volt, hanem egy katonai diktatúra. Még inkább katonai diktatúra volt Pinochet rendszere, ahol fasiszta mozgalom egyáltalán nem volt. De a Dimitrovi meghatározásnak a Franco rendszer is, meg a Pinochet rendszer is tökéletesen megfelel. Tehát minden fasizmus, hogyha hatalomra jut, akkor a finansztőke nyílt terrorisztikus diktatúrájává válik, de nem minden nyílt terrorisztikus diktatúrája a finansztőkének fasiszta, hanem vannak más típusú, például katonai diktatúrák is. Egyébként az, hogy a Franco maga alá söpörte a falangét, az meglehetősen hasonló ahhoz, ahogy Fidel Castro maga alá söpörte a kubai kommunista pártot. Amikor a Fidel Castro mozgalma megindult, most nem jut eszembe, hogy a Moncada ellen, akkor a kubai kommunista párt nagyon nem értett egyet Fidel Castroval, és nagyon ellenezték az ő mozgalmát. Fidel Castro egyszerűen azért csöpörte maga alá a kubai kommunista pártot, hogy megkapja a Szovjetunió segítségét. Ilyen értelemben ez nem egy lényegi hasonlóság a Frankóval, de egy érdekes hasonlóság. Más szempontból én nem tennék semmilyen egyenlőségjelet Franco és Fidel Castro közé. Még egy érdekesség, neoliberalizmus. Liberalizmus, neoliberalizmus. A neoliberalizmus gazdaságpolitikáját az Egyesült Államok és Anglia legkonzervatívabb vezetői vették át, Ronald Reagan és Margaret Thatcher, de a legeslegérdekesebb az, hogy a monetarizmusnak, tehát a neoliberalizmusnak az atya, Milton Friedman elutazott Chilébe, hogy személyesen tanácsokat adjon Pinochetnek. Tehát a Pinochet rezsim, a maga diktatórikus rezsimével, amit abszolút nem lehet liberálisnak nevezni semmilyen formában, az neoliberális gazdaságpolitikát folytatott. Jellemző, hogy amikor Oszlóban Milton Friedman átvette a közgazdasági Nobel-emlékdíjat, akkor a oszlói királyi palota előtt csillei diákok tüntettek.
Milton Friedman ellen nagyon élesen. Az Orbán rendszer... Neoliberalizmus megszorításokból állt, mások, mint a liberalizmus, mert a liberalizmus az egy szabad a volt, egy szabad belsőt volt. Neoliberalizmus meg egy megszorításból állt. Az, hogy a pénzügyek azok állami kézben maradtak, és sokkal szigorúbban, mint a kényszalag. Tehát miközben visszaállították úgymond a szabad piacot, a közben a pénzügyek gyakorlatilag a központi bankokból ekkor csináltak állami bankot. Ugye az Egyesült Államoknak nincs központi bankja, a Fed az egy állami intézmény, amelyik irányítása alatt tart bizonyos bankokat, amelyek együtt játsszák el a jegybank szerepét. Tehát igazán például az Egyesült Államoknak nincs is jegybankja. Tehát ez is, mint az európai országban, Fedban működött, hogy ellenőrizte a... A Fed? Az Európában is ugyanúgy van. Na, szóval az Orbán rendszerre visszatérve, az Orbán rendszer tehát egyik bűnbakot állítja a másik után, egyik szociális demagógiát állítja a másik után, és utána szó nélkül elfelejti. Hát csak gondoljunk bele, amikor még nem volt hatalmon az Orbán, ugye kormány alatt, Gyurcsány kormány alatt, akkor óriási tüntetést szervezett a munkáspárt, a Türmerféle munkáspárt, ez a 300 forint, amit teljesen átengedett, a Türmer akkor haragudta meg igazán, amikor átengedte az Orbánéknak ezt a tiltakozó mozgalmat. És utána ugye ma már szinte egyáltalán nincs ingyenes orvosi ellátás. Aki ingyenes orvosi ellátást akar kapni, az a betegségének a lefolyása után 3-4 évvel esetleg eljut az orvoshoz, hogyha nem temették meg ebbe a temetőbe, de aki meg akar gyógyulni, az magánorvoshoz megy, és én is most a fogaimat 3 millió forintot fogok fizetni azért, hogy megcsinálják, mert a fogászatot nem fogok soha én sorra kerülni. Én meg ezért nem fogok. Úgyhogy, tehát a szociális demagógia, és hát a csorda szellem is megvan, amit Orbán Viktorék, ugye az volt, és ez az utolsó téma, amire rá akarok térni, nem az utolsó előtti, mert az utolsó témával fogom lezárni, tehát ugye folyik a vita arról, hogy hogyan lehet megbuktatni az Orbán rendszert. Na most én, a Magyar Péter, azt nagyon nem tartom jó megoldásnak. Én a Magyar Pétert ezt egyszerűen az Orbán megfiatalításának tartom. Tehát abban az esetben, hogyha a Magyar Péter megnyeri a választásokat Orbán Viktor ellen, akkor azon túl az Orbán rendszert nem Orbán rendszernek, hanem Magyar rendszernek hívják. Itt megint egy, az, amit a Noszkéval és a Bokrossal kapcsolatban mondtam, hogy időnként ilyen furcsa érzéseim vannak. Ugye Magyar Péter valahol elkiabálta a szót, hogy a mi mozgalmunk se nem baloldali, se nem jobboldali, a mi mozgalmunk magyar. Na most ugye itt egyrészt a magyar, azt félek tőle, hogy nem Magyarországot jelentenem Magyar Pétert, tehát ő a mozgalmát saját magában látja, tehát ez tipikus fasiszta jelenség. Azt viszont, hogy se nem jobboldali, se nem baloldali, azt Magyar Péter előtt egy bizonyos Benito Mussolini mondta a fasiszta mozgalomról. A ellenzéki, úgynevezett ellenzéki összefogás az egy agyrém, nem egészen azért, mint sokan gondolják, hanem azért, mert fogadjuk el, hogy pillanatnyilag kapitalizmus van. A kapitalizmusnak a
Citroën ízű liberalizmus jobb formája, nem sokkal, de egy picit jobb formája, mint a diktatúra. Vannak negatívumai, és lassabban lehet eredményt elérni, hogy a diktatúra olyan kemény lesz, hogy sikerül egy felkelést kirobbantani, akkor már más a helyzet. De a békés megoldásnak azért a demokrácia jobb, mint a diktatúra. Az a helyzet, hogy egy többpártrendszerű demokráciában a pártok azért vannak több pártok, mert különböző ideológiai nézeteket vallanak. Ezeket összevegyíteni az egy képtelenség. Na most ugye az Orbán Viktor, az Orbán nem egy hülye ember. Volt egy kicsit hibás alkotmánya Magyarországnak, most a választási törvény szempontjából sok hiba van benne, de most csak a választási törvény szempontjából. Nevezetesen a választási törvény lehetővé tette azt, hogy kevesebb mint 50%-a, vagy épp hogy 50%-kal, a megszerzett szavazatok épp hogy 50%-ával kétharmados többséget lehet szerezni a parlamentben. Ez már megvolt a Horn kormány idején is. Hornéknak is kétharmados többségük volt a parlamentben, amivel ezt az egyet pozitívum szóval a Hornnak nem érte, ők nem értek vele vissza. Nem is értek vele sajnos, ezt már negatívumként mondom, mert például a KKR ami ellen a Antal Boros kormány idején nagyon hangosan tiltakozta, ja igen, a termelő szövetkezetek földvásárlási lehetőségének a megszüntetéséje. Ugye, hogy a jogi személy nem vásárolhat földet. Ugye ezt arra hivatkozva fogadtatták el a parlamenttel annak idején az Antalék meg a Borosék, hogy a külföldiek alakítanak egy magyar jogi személyiségű vállalatot, és akkor az fogja fölvásárolni a magyar földet. Valójában, ezt a Torgyánék nagyon jól tudták, valójában ez a törvény, hogy jogi személy nem vásárolhat földet, ez a termelőszövetkezeteknek a kiirtására szolgált. Termelőszövetkezeteknek ugye vissza kellett adni a földet a termelőszövetkezeti tagoknak, akiknek egy jelentős része már nem volt tagja a termelő szövetkezetnek, mert elmentek az iparba dolgozni, meg mit tudom én hova. Ezük ágában sem volt, és ők nagyon szívesen eladták volna a visszakapott földet a termelő szövetkezetnek, de ez a törvény megtiltotta. Ha viszont bérbe kell vennie a termelő szövetkezetnek azt a földet, ami működik, azt Marxnál el lehet mondani, hogy a második földjáradék az a bérleti díjban jelenik meg, és az tönkre teszi a földet. Tehát ez meg is történt. A termelő szövetkezeteket nem kellett betiltani, azok maguktól tönkre mentek. Azért, mert nem tudtak földet vásárolni, és képtelenek voltak egyre drágábban bérelni földet. Na most, kicsit elszaladtam. Tehát ezt a kormánynak azonnal vissza kellett volna vonni ezt a törvényt, meg volt rá a kétharmados többség a parlamentben, nem tette meg. De viszont nem is alkotmányozott, készített elő egy alkotmánytervezetet, azt vitára bocsájtotta, szóval elég tisztességesen járt el, csak éppen közben elvesztette a választásokat, Orbán Viktor is kétharmados többséggel került másodszor. Nem, először nem került kétharmados többsége, de a Gyurcsányék még durvább hibákat követtek el, és a Gyurcsány után, meg a 2008-as nagyválság után, világgazdasági válság után, az Orbánék fantasztikus eredményt értek el, nem kétharmados többséget, 51%-ot vagy 52%-ot, és nem emlékszem a pontos számra, nyerték meg a választást, és ezzel erős kétharmados többséget kaptak a parlamentbe. Két évet se vártak, lecserélték az alkotmányt az alaptörvényre. Az alaptörvénynek két nagyszerű pontja van, és nem megyek bele az alaptörvény teljes elemzésébe, két nagyszerű pontja van. Az egyik az az, hogy egyre inkább az alaptörvény módosításával egyre inkább elérték azt, hogy
tulajdonképpen az utolsó választásokat a Fidesz már alig 38%-kal nyerte meg, de továbbra is erős kétharmados többsége van a parlamentben. Tehát egyre jobb, és ami a lényeg, hogy megszüntették a kétfordulós választást. Tehát amikor kétfordulós választás van, akkor az első fordulóban minden párt szabadon képviselheti a saját ideológiáját. Az első forduló bizonyos mértékig leméri, hogy ezek az ideológiák mennyire népszerűek, és a legnépszerűbb ideológiáknak kell csak bizonyos engedményeket tenni azért, hogy koalíciót kössenek egymással. Viszont amikor az összes ellenzéki pártnak koalíciót kell kötnie, mert egy fordulóság, akkor az lehetetlen. Szóval az képtelenség, hogy teljesen ellentétes ideológiájú pártok összefogjanak. Lehetne. Ez az én véleményem, ez az én, ahol hozzáfértem, hogy nyilvánosságra hozzam, sajnos nekem nagyon kicsi a lehetőségem a nyilvánossághoz. Ott elmondtam, hogy úgy kellett volna csinálni, és most is úgy kell csinálni, hogy a pártoknak nagyon nyilvánosan, nagyon hangosan és jogilag nagyon megalapozottan ki kell hirdetni, hogy mi kizárólag azért fogunk össze, hogy megbuktassuk az Orbán kormányt, helyreállítsuk a fékek és egyensúlyok rendszerét, tehát a független irányzatokat, és helyreállítsuk a kétfordulós választást. Erre fogjuk felhasználni a kétharmados többséget, mert pillanatnyilag olyan a választási törvény, hogy aki megnyeri a választást, annak majdnem biztos, hogy kétharmados többsége lesz a parlamentben. Ha megnyerné az ellenzék, akkor neki lenne kétharmados többsége, de egyelőre nem tudja megnyerni, mert programot akar elfogadni, az pedig nem fog menni. De azt mondják, hogy csak helyre akarjuk állítani a demokrácia alapját. És amikor ez sikerült, akkor egy új kétfordulós választást írunk ki, amelyik már demokratikusan fog lezajlani. Ha ezzel, akkor van rá, lett volna rá esély, hogy megbuktassák az Orbánt. Így viszont, ha Magyar Péter buktatja meg az Orbán Viktort, nekem erősen az az érzésem, hogy akkor egy még rosszabb Orbán rendszer fog hatalomra kerülni. Még rosszabb? Na, és akkor a záró gondolatom. Hát azt miért? Na, ez volt a záró gondolatom. Köszönöm. Érdekes előadást hallottunk. Elméleti megközelítés is volt benne, ennek a lényege talán az, hogy fasizmusnak csak az a jelenség nevezhető, amelynek van egy tömegmozgalom alapja. Jaj, elnézést, eszembe jutott, hogy mivel akartam mondani. Egy fél mondatot még, hogy mondja. Tehát csak annyit akartam mondani, hogy amire ki kellett volna térni, hogy a fasizmussal, az igazi fasizmussal azért kell külön foglalkozni, mert az a bizonyos tömegbázis, amiről beszéltem, a középosztály, annak a legnagyobb része a munkásosztály tagja. Tehát ki kell ragadni a fasizmusból, a fasizmus tömegbázisából ezeket a munkásokat, és ezt csak a fasizmussal lehet megcsinálni, például a frankoizmussal, meg a nem lehetett volna megcsinálni. És viszont van egy példa, amikor ezt tényleg meg is csinálták, ez a Perón fasiszta rendszere, amit az argentin kommunista és szociáldemokrata pártok beszivárogva a Perón pártjába, kihasználva Perón második feleségének, nem az első feleségének a mítoszát, gyakorlatilag a Perón rendszerét fasizmusból antiimperialista rendszeré alakították át. Most már tényleg a fél. Most egy kicsit meggyengítetted ezzel a példával azt a elméleti alapot, amit mondtál, hogy csak tömegmozgalom esetén nevezhető kiterjedt harcos és gyűlöletbeszéden alakuló tömegmozgalom
esetén beszélhetünk fasizmusról. Nem elég a nyílt terrorisztikus diktatúra, mint felépítmény, hanem kell ez az alap is. Körülbelül a lényeg. Beszéljünk róla. Átadom a szót, kérdezzetek, szóljatok hozzá. Gyuri, parancsolj! Először is eszközelni szeretném magamat, mert nekem 13 perc múlva el kell menni. Ezért is kértem, 13 perc múlva el kell menjek, ezért kértem, hogy hagy szóljak hozzá. Ki a bájágyú? Amit hallottam, az nagyon sok olyan dolgot foglalt rendszerbe, amelyekről nyilván hallottam, tanultam, és most újra emlékeztem, és logikusnak találom, amit hallottam. Ami ellenben engem leginkább ide vonzott, ahol kaptam a legkevesebbet ebből a Magyar Péter jelenségből, melyben levontál egy konklúziót, hogy az még rosszabb lesz, mint az Orbán rendszer. Ha abban mondom párhuzamot, hogy maga Orbán Viktor is egy ilyen forradalmi sapkát vett föl magának, és aztán ilyen diktátorrá vált, hát ebből a történelemből is vannak ám példák, bőségesen, akár még a szegnek gondolt francia forradalomban is, de ma nem véletlenül, hogy a interneten rengeteg Orbán idézetet és magyarázatot hoznak föl, ma már filmmel, az ő tagolásában és előadásában, és ez nagyon tisztán bemutatja, hogy már ezek a filmek bemutatják, hogy hát mekkora álságos hazugság tömeg volt, amit akkor ránk zúdított, és hogy mennyire nincs beszélve viszonyba azzal, ami későbbé vált a rendszere. De hogy mennyiben lehet olyan következtetéseket levonni ma, hogy a Magyar Péter féle mozgalom, hogy még rosszabb lesz, mint az Orbán féle, hát ebben én nagyon kíváncsi lennék, hogy mikre alapozod ezt. Én szerintem hasonló rendszerben, mint ahogy a fasizmus fölismerését és megkülönböztetését például a nácizmustól hogyan lehet meghatározni, ha ebben ilyen rendszert szerintem nem fogsz tudni fölmutatni. Hát egyrészt azért, mert egy a jóslás világába is tartozó közeg, és én úgy gondolom, hogy igen hosszú idő óta ez az első olyan lehetőség, amikor úgy látjuk, hogy az Orbán rendszer esetleg meg fog dőlni. Az összes többi kísérlet az igen gyengéskének mutatkozott. Ezekről el tudom képzelni. Csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy nagyon sokan mondják, hogy ezt maguk az Orbánék találták ki. Hát amennyiben ez igaz, illetve amennyiben egy időben még én is hajlamos voltam arra, hogy elfogadjam ezeket az érveket, legalábbis ne zárjam ki. De hát mi módon lenne az Orbán rendszernek érdeke, hogy részletekbe menően beszéljenek a árvízről, vagy részletekbe menően beszéljenek a egészségügyről, oktatásról és sok más mindenről. Ez nem, hogy az Orbán rendszer kitalációi szerintem, hanem ettől írtunk szak. Itt pusztán egy dolgot nem értek, hogy mi vezényelt ennyi embert a főváros különböző pontjára és az országba is, mindenhol, amikor ezt mások szintén sokszor megpróbálták, például Gyurcsány Ferenc, de hát neki távolról sem sikerült. Mm.
ez egy markáns kérdés, bár nem elég közvetlen. Nem akartam, mindent hallottam és értettem, mert ha jól értettem, hogy az állításom nem tetszett, hogy úgy Magyar Péter az egyszerűen folytatni fogja azt, amit Orbán nem pontosan, mert azt mondtad, hogy még rosszabb lesz. Hát azért lesz rosszabb, mert egy fiatal ember fogja folytatni egy megöregedett embernek a már felépített rendszerét, és azt tovább lehet rombolni. Megmondom, hogy ez természetesen csak egy feltételezés, de éppen az utolsó előtti kör, tehát amikor azt fejtegettem, hogy a demokrácia, a demokratikus rendszernek a szétverésével hozta létre Orbán Viktor ezt a fasisztoid rendszerét, tehát nem egy fegyveres puccsot hajtott végre, hanem a nemzetközi helyzet és a Gyurcsánynak az erre való nagyon rossz reagálása következtében olyan helyzetbe került, hogy kétharmados többséget szerzett, és ezt megfelelően kihasználva teljesen, majdnem teljesen likvidálta a demokráciának a lényegét, miközben a formáját látszólag megőrizte. Na most, amit én hallottam a Magyar Pétertől, meg olvastam tőle, abban sehol egy szóval nem mondja azt, hogy ő ezt meg akarja változtatni. Ugyanúgy, ahogy nem mondják ezt az ellenzékért, tehát az óellenzék, ahogy manapság nevezni szokták. Tehát a Magyar Péter egyébként rengeteg mindent átvett az óellenzéktől, tehát tulajdonképpen új gondolatát szinte egyáltalán nem láttam a Magyar Péternek, viszont azt látom, hogy egy lecsúszástól rettegő középosztálybeli réteg vonulgat vele együtt, egyre nagyobb, tehát az a tömegbázis, önmagában ez a tömegbázis még nem jelent fasizmus, de ebből könnyen lehet fasizmus. És pontosan arról van szó, hogy ez az embertömeg, amelyik most körbeveszi a Magyar Pétert, ez egyszerűen csak azt az egy dolgot látja, hogy a Magyar Péter alkalmas arra, hogy megmutassa az Orbán Viktort. De azt nem látja, és nem is akarja látni, hogy mit fog helyette hozni. Mert a Magyar Péter tulajdonképpen nem mond semmit arról, hogy hogy fog az ő rendszere kinézni, hogyha ő kerül hatalomra. Például arról egy büdös szót nem mondott még, hogy vissza akarja állítani a kétfordulós választást. Egy büdös szót nem mondott arról, hogy a kétharmados többséget korlátozni kell. Tehát úgy kell módosítani az alkotmányt, hogy a kétharmad birtokában levő kormánypárt bizonyos változtatásokat, például alkotmánymódosítást csak akkor hajthat végre, hogyha mit tudom én, az ellenzéknek legalább 10%-a egyetért vele. Ha az ellenzék egy az egybe ellene van, tehát senki nem szavaz mellette, akkor hiába van kétharmados többsége, nem lehet megváltoztatni az alkotmányt. Ha ezt nem volt, én most azt várom, hogy mikor fogja az Orbán Viktor a kétharmados többségre való támaszkodással újra módosítani a választási törvényt, hogy ezentúl csak a Fideszre leadott szavazatok érvényesek. És a többi szavazat nem érvényes. És onnantól kezdve ez törvényes lesz, mert a jelenlegi szabályok szerint törvényesen el lett fogadva. És mondom, ez ellen nem hallok semmit a Magyar Pétertől. A Magyar Péter gyakorlatilag némi kis módosítással ismételgeti azt, amit az óellenzék mondott, hogy ezt másképp kellene csinálni. Az, hogy a pedagógusoknak jobb helyzete, ugye a Magyar Péter látogatja az iskolákat, a kórházakat, nem tudom én még. De ettől még, szóval amikor hatalomra, mondom, Orbán Viktor tüntetett a vizitdíj ellen. Kezébe vette a vizitdíj ellen való tüntetést, elrabolta a tűrmeréktől, és akkor most mi van? Most nincs vizitdíj. Most nincs normális orvosi ellátás sem. Debreceni János. Két dolgot tennék ezt hozzá. Ne felejtsük el, hogy a választások itt két év van még hátra. Orbánnak egy nap 24 órája elég, hogy 3-4 törvényt beiktasson.
és ezt egy Magyarországon politikával ilyen kiemelt szerepkörbe jutott embernek, mint a magyar képernek feltétlenül figyelembe kell vennie. Sem, nem lehet tudni, hogy a támogatóiról sem, hogy kitől kap, most egyet már földobtak, de hogy honnan szerzi a pénzt ehhez az egész akciójához. Nem véletlenül nem tudja, én sem mondanám meg, ha tudnám, hogy ilyen helyzetben lenni, tehát ezt azért látni kell. Meglátjuk majd, hogy tudom én 3 vagy 4 hónappal a választások előtt mi fog elhangzani. Nem jó, Orbán nem egy korrekt versenytárs. Ugye Magyarországon hadi állapotra jellemző rendkívüli jogrend van. Nem a parlament hoz döntést, hanem Orbán Viktorhoz törvényt, rendeletileg tud kormányozni. 3. éve, ha jól tudom, ugye ez a hadi állapotokra kitalált. 7. Hadi állapotban lévő ország. Hadiállapotban lévő ország jogi működésére kitalált konstrukcióban, ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Amúgy nekem a Magyar Péter semmi nem segítem, egyszerűen arról van szó, hogy fölbukkant egy olyan ember, amire körülbelül 30%-a a mostani felmérések szerint, ha szavaznánk. A szavazók azt mondják, hogy tök mindegy, hogy ki vagy, hova esetünk az Orbán. Tehát ez a meggyőződés, ez az alap. Ennek a 30%-nak az alapja az az, hogy ez következzen be. Egyébként nem ó ellenzék, hanem ó baloldal, én azt hiszem a elterjedt fogalom használat mostanság. Helytelenül. Kételkén jobb kiszólni, magyarázni meg. Tehát ó baloldalként olvasom ezt mindenhol. Sajnos nézem a telefonomból meghívó, szerinti címet. Mondjátok már meg nekem ezt a mondanék erre kapcsolatban. Ennek a meghívó, az előadás, hatás előadásának a címét, mi hogyan küldtétek szét? Van itt valakinek egy ilyenje? Gülitól kaptam, és hát nem találom, egész egyszerűen nem találom. Mert én azt úgy olvastam, hogy az előadásnak az a célja, hogy mitől fasizálódik korunk. Tehát nem úgy, hogy tegyük a Péter egyébként, hanem ez egy precízen megfogalmazás volt, András, az előadásomnak a címe, a másik mondat. Mert ugye a fő probléma az, hogy Krisztusunk fasizálódik. Méghozzá abban a fogalomkörben, ahogy te is ezt előadtad, ennek egy, szerintem nagyon jó... Bocsánat, kérek. Tehát van egy igen jó könyve, hát ugye... hogy hívjuk, milyen Mihály, Vajda Mihály? A filozófus? Lukács Pióka? Nem ismerem. A nevek ugye? Én sem vagyok jobb a diáknévásznál állni tekintetben, de mindjárt. Nem probléma, mert sikerül ma kinyitni, akkor... Azért mondanám, hogy a cím... Igen. Most nálam sincs... előttem a cím. Hát azt nem tudtam ragaszkodni, hogy ez semmi. De most ezt miért mutatod? Mert itt van. Ja, ez nem... A cím az arra utalt, hogy globális és hazai társadalmi változások a fasizmus fogalmának újraértelmezésével. Ez nagyon jó, az újra. Most olvasom szó szerint. Gondolatok a magyarországi globális társadalmi változásokról a fasizmus fogalmának újragondolásával. Igen, itt a globális ügye, ez itt a, ami nem ragadta a figyelmet. Nem a magyarországi... Szó sem volt arra Magyarország. Éppen, hogy a globális volt az, ami nekem megragadta a figyelmet. Itt a hangsúly a címben is a fasizmus... Mindenhol... értelmezésére. Érzékelhetően, és ezt András is előadásában jól előadta, hogy törelőre. A fasizmus épp azon a felismerésen alapján, hogy
jól mondtam, Vajda Mihálynak a fasizmusról írt könyvében ez a bizonyos tömegváros, ami valóban egy kulcskérdése ennek a fogalomnak. Hogy miből rekrutálódik újra, világon egyenben több helyen ez a fajta tömegbázis. Lehet az a lecsúszás, tényleg lehet az, hogy ugye polarizálódik még jobban a társadalom, egyre több ember kerül a csepp mélyére, hogy Ébermákot nézzem. De ezért érdekes volt persze a Horthy fasizmus, vagy úgynevezett Horthy fasizmus, vagy Pilett fasizmus, mert mindenfélét mondtak már arról is az előadásban való beszélése. Tehát jó előadás, ott örülök, hogy eljöttem és meghallgattam, mert hát sok meglévő gondolatot összekötött, megértelmezett. Úgyhogy én magam először köszönöm szépen, András, hogy eljöttél és elmondtad. Magam is úgy gondolom, két mondatot közbevetőleg mondanék, hogy nagyon elgondolkodtató, és megvan a maga jelentősége annak, hogy a fasizmus mögött a tömegi mozgásokat, a lecsúszó tömegek fasizmus felé vívő tömeghatását eltérbe állítja. De azért én még mindig azon elgondolkodom, hogy Chilében, ahol nem volt ennyire széles a mozgalom, de nyilván azért ott is voltak, én nekem nincsen elég ismeretem ahhoz, hogy felidézzem, hogy a Pinochet rendszer hatalomra jutása előtt milyen jobboldali mozgalmak voltak, de arra emlékszem, hogy voltak például a teherautó sofőrök, jól emlékszem. Tehát amikor Allende-vel szemben egy puccsot hajtottak végre, akkor lehet, hogy nem volt mögötte olyan hatalmas tömeg áradata kezdetekkor, hanem a hadsereg játszotta a főszerepet a hatalom átvételben. De annak azért a chilei társadalom polarizáltságában valószínűleg eléggé megvolt a bázis a jobboldali tendenciának is, és annak, hogy a hadsereg ilyen fasiszta puccs, tudom, nem fasiszta, csak diktatórikus puccs végrehajtására szánta el magát. Azon gondolkodom, hogy azért a fasizmusban az osztály viszonyok kell, hogy játsszák a legfontosabb irányadó szerepet ahhoz, hogy dönteni tudjunk a hatalom jellegéről. Én nem ellentmondva annak, amit András mond, mert tényleg csatlakozom Debrecen Jánoshoz, hogy nagyon elgondolkodtató és tartalmas ez a gondolatsor, amit előadtál. De azért mégis az a lényeg, hogy a hatalmon levő osztály előtte tudja-e venni azt a diktatórikus formáját, amiben, ha kell, emberek tízezreit likvidálja, mint ahogy ez Chilében meg is tette. És stadion koncentrációs táborokat hozott létre, és a tengerbe potyogtatták a ellenfeleiket, eltűntnek nyilvánítva. Úgyhogy ez egy
ez egy saját hatalmi osztályérzek kifejeződése, amelyben a tulajdonos osztály a végsőként maximalizálni akarja a tulajdonából adódó lehetőségeket, profit lehetőségeket. Szóval én még nem emésztettem meg ebből a szempontból azt, amit mondtál. Fontos elem a tömegmozgalom, a weimári folyamatoknak nagyon is része volt a tömegmozgalom, a Mussolini hatalomra kerülésében is voltak, kevésbé, de voltak tömegmozgalmi előzmények. Szóval én gondolkodom, nyitottan gondolkodom azon, amit mondtál. Bocsánat, hogy a közben a saját véleményem ezt mondtam. Péter, második leszel. Ja, tulajdonképpen már most... És Tamás. A Magyar Péter gondolat, vagy féle gondolattal kezdem, mert ebből tudok átmenni abba, amit valójában mondani szeretnék az egészen kapcsolatban. Aminek az a lényeg egyébként, hogy én nagyon hasznosnak éreztem rögtön azt, hogy alapfogalmakhoz lehet visszatérni a mai ismert történelmi és gyakorlati körülmények alapján. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy újra lehessen nem is értelmezni, hanem újra lehessen megtalálni a már ismert értelmezési lehetőségeknek a mai formáit. Viszont ez a megközelítés, amit meg most ügyelkeznek, de ez itt megállt. Most én ezt tovább szeretném hallani, vagy vártam, hogy ez tovább fog tudni menni, hanem most, de időben majd valamelyik másik formán. Mert tulajdonképpen a mai világnak a világhatalma és a globális lehetőségeinek és az uralmi lehetőségeknek a viszonya az, ami a jövőt illetően meghatározó, és mindez az ismeret pedig ahhoz tud hozzávezetni, hogy ebben jobban vagy ebben megfelelően tudjunk eligazodni. Most visszatérve a Magyar Péterféle ügyhöz, én nem érzem ezeket a gondokat, amiket eddig akár a Drogba Gyuri, akár a Pörbőszerint János mondott. Megmondom, hogy miért. Én az egész magyar jelenség fölött, vagy magyar jelenség mellett, én azt látom, ez nem egy belülről kinőtt és a fejlődés által előhozott megnyilvánulás, ez az Amerikai Egyesült Államoknak az adott térségre vonatkozó politikájának a megvalósítási eszköze. Orbán nem kell a legtöbbözőbb okok miatt többet is föl lehet hozni, hogy az Amerikának miért csípi a szemét. Ugyanakkor föl lehet hozni őt is, hogy ugyanakkor kiszolgálja az amerikai érdekeket, de most nem ez a lényeg, hanem miért csípi a szemét, és a Orbán rendszer félretételére szolgál ez. Mind, hogy a Márk Zaj és ugyanezt szolgálta volna, csak az ő tehetsége nem ért fel a Magyar Péter tehetsége. Ennyi az egész Magyar Péter jelenség, hogy mondjam, háttér információ, amit az ember legalábbis a maga számára figyelmeveleinek tart. Na most, amennyiben azt látjuk, hogyha, illetve amennyiben ezt elfogadjuk, és látjuk, hogy ilyen irányú, mondjuk nyugati, amerikai, a kedvenc jelenlegi orosz kifejezések szerint már nem is amerikai, hanem angol száz hatások érvényesülnek, akkor ugye ezeknek a további lehetőségeit illetően, tehát az egypólus vagy többpólusú világ is egyáltalában hogy kell értelmezni a fönnálló tulajdonképpen katonai
erőviszonyokat, mert a katonai erőviszonyokon múlik minden más egyéb. Ezek lehetővé tudnak tenni filozófiai kérdésekben is bizonyos irányoknak a fogyirányokba való elmozdulást, vagy akár nem filozófia, hanem tudományos kérdésekben is, és utólag már ezeknek a magyarázata és ezeknek az érdekviszonyoknak a értelmezése az, ami zajlik, és nem az, ami a dolgoknak a spontán fejlődéséből ugye kialakult, vagy kialakulhat különösen. Tehát összefoglalva én azt mondanám, hogy nagyon jó és jó kezdeményezés volt, hogy ezekben az alapkérdésekben visszatértünk és értelmeztük, és ezt most jó lenne kivetíteni tovább egy a világban lévő jelenségekre, és az amerikai gyakorlatilag hegemóniának az erővel történő megőrzésért, megőrzés ellen folyó nemzetközi fellépésnek, tulajdonképpen arról van szó, fellépés lehetőségeinek az értékelésével. Nem baj az, hogyha ezt naponta látjuk, és a legkülönböző forrásokból ilyen irányú megközelítéseket hallhatunk, azért mi valamennyien képesek vagyunk arra, hogy egy saját elképzelést, egy saját véleményt ezzel kapcsolatban megfogalmazunk, és ezeket egymás között itt összessük, és hát ahol olyat tudunk mondani, vagy olyat tudunk hallani, ami befolyásolja a mi álláspontunkat. Köszönöm. Hát ehhez én azt tenném hozzá, hogy azért mi foglalkoztunk már itt két-három alkalommal átalakuló nemzetközi erőviszonyokkal, erőközpontokkal és a háború kérdésével is, ami ezzel összefügg, úgyhogy nyilván folytatni fogjuk, mint ahogy a történelem is tovább halad a maga útján. Nem söpörtük a szőnyeg alá ezeket a kérdéseket, ennek is megvan a maga szélső jobb felé haladás, fasizálódás vonatkozása, ha elsősorban a trumpizmusra, de egyáltalán az amerikai hegemonizmusra gondolunk. Péterként, bocsánat, igen. Köszönöm. Én is inkább az elméleti kérdésekkel foglalkoznék, mert nagyon tetszett az előadásban, hogy, hogy az alapfogalmak tisztázásával kezdtem. És ugye köztudomásra azért, hogy egy társadalompolitikai fogalmak eléggé szubjektívek. Ányan vagyunk, annyit tényleg tudjuk megfogalmazni az egyes alapfogalmakat. Kezdem mindjárt, amint te is kezdted a kommunizmus fogalmával, mert te mondtad, hogy ez csak egy folyamat, egy mozgalom. Én amit olvastam róla, tehát azt hiszem, hogy Kádár megfogalmazása szerint, egy olyan társadalmi rendszer, ahol mindenki a szükségletei szerint részesedik, mindenki a szükségletei szerint részesedik a társadalmi jogokból, és mindenki a képességei szerint állítja elő azokat. Ezt neveztem, mint kommunizmus fogalmának, és ezért mondjuk azt, hogy a kommunizmusnak sehol a világon nem volt. A másik ilyen fogalom a liberalizmus, a liberálisok abszolút nem csak gazdasági fogalomként értékelik, hogy beszélnek a liberalizmus fogalomról, hanem azt mondják, hogy szabad elvűség, tehát minden, ami a gondolati szabadság, az egyenlőség, az mind a liberalizmus része. Ők viszont egyetlen egy dolgot nem fogadnak el, az összes közül az a kommunista ideológia. Ez is mondjuk jellemző. És jön egy igazi kérdés, mondtad, hogy az ilyen összetételeket nem nagyon kedvelt, én sem, de van egy ilyen összetétel, hogy liberál fasizmus.
amire azt jelenti, hogy a liberalizmus, a jelenlegi rendszere a legnagyobb fasiszta dolog a világon. Erről mi a véleményed, és hogy alakulhatott ez ki? Ez a nézet. Köszönöm. András, reagálnál az eddig elhangzottakra, meg erre a kérdésre? Mindenre most már nem tudok reagálni, de most a legutolsóra próbálok elsősorban. Hát a liberalizmussal kapcsolatban én ezt úgy gondolom, hogy többé-kevésbé elmondtam, hogy miután az itt olyan értékeket Sztálin nem csak átengedte a polgári demokráciáknak, hanem még ráadásul burzsoá disznosságokká nyilvánították, és ezzel tulajdonképpen a Szovjetunióban mintegy betiltották ezeket a szitóan értékeket. Ugye gondoljunk csak bele, hogy a homoszexualitás nem minden országban volt büntetendő cselekmény, a Szovjetunióban az volt. Tehát az, hogy a liberalizmus az közgazdasági kifejezésből átváltozott erkölcsi kifejezésé, az a szituanizmusnak és a liberalizmusnak az összekötéséből keletkezik. A közgazdasági liberalizmus, az, mint mondtam, gyakorlatilag az első világháború előtt megszűnt, és azóta, hát tudnék még, hogyha nagyon sokat gondolkodnék, egy csomó mindent mondani, amik ma egészen mást jelentenek, mint a maga idejében jelentettek annak idején. Ugye a király is csak Károly volt valaha, és aztán király lett belőle, tehát a liberalizmus is egy ilyen változáson ment keresztül. A neoliberalizmus az viszont kifejezetten, miután ez egy viszonylag fiatal fogalom, az kifejezetten egy gazdaságpolitikai fogalom volt, még egyszer hangsúlyozom, hogy helyesen monetarizmus kifejezést használni rá, az már ott egyszerűen arról van szó, hogy szitokszóként használják. És ugyanígy szitokszóként használják a kommunizmust is, meg a fasizmust is. Tehát most megint egy példát mondok, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy én mire gondolok. Nekem nincsen jó szavam se Soros úrról. De az a propaganda, amit az Orbán kormány folytat a Soros ellen, az nem abból következik, hogy Soros milyen ember és hogy milyen politikus. Az ő személyétől teljesen független bűnbakképzés. Ami többek között az bizonyít, hogy Soros, amikor beavatkozva a magyar és a kelete, ugye a színes forradalmak, a narancs forradalom, melyik pártnak van narancs színe? Én egyetlen egy embert ismerek. Tudom, hogy sok van, de egyről pontosan tudom, hogy Sorosnak a pénzelt embere volt, és azt Orbán Viktornak hívják. Nem úgy volt, hogy titokba pénzelte, nyilvánosan pénzelte. Az ő pénzen járt Angliába vagy Amerikába, már nem emlékszem rá, egyetemre, és ugye a Fidesz nem véletlenül narancs színű. Mert ezt a Soros találta ki, hogy ilyen narancsszínű, Grúziában is narancsszínű a Soros féle. Bár, de annak, amit a Soros... Majdanon is narancsszínű. Az, hogy... Sálakban tüntettek. Az, hogy kiraktak olyan Soros fényképeket, amilyeneket a hitlerizmus alatt nem raktak ki zsidókról. Ugye megkérdezték a Jereváni Rádiót, hogy igaz-e, hogy Csajkovszki grúzi volt. Igaz, de mi nem csak ezért szeretjük. Tehát Soros tényleg zsidó, de nem az a baja. És amikor a plakáton elsősorban az látszik, hogy ez egy rohadt zsidó, akkor ott már nagy baj van. De ezzel próbáltam válaszolni erre a kérdésre. Lehet, hogy nagyon eltértem. János. Hogy a Péterhez kapcsolódjak. Ez Kádár, nem tudom, hogy mondta, amit te mondtál, de ez a Marx-Engels szövegében ugye azzal kezdődik, hogy számunkra
a kommunizmus nem egy államforma, amit meg kell valósítani. A te idézetednek az első mondata az ez. Igen. Tehát ez egy nagyon elgondolkodtató. Ugye? Nem tudom, azt hiszem, nem, hogy a német ideológiában. Valahogy keresem, de nem talál, föl van mire, csak nem talál. Na mindegy, lényeg, hogy ez tudjuk. Szóval az első mondata ennek a gondolatnak a fel. Számunkra a kommunizmus az mozgalom, cselekvés. És hát ugye máshol megfogalmazzák, hogy a kommunista a közösségért tevő ember. Bötűszerű. Tehát itten sok minden fogalmat össze-vissza használnak, megmondanak. Ez már régen vesztették a fogalmak a jelentőségüket. Ez egy dolog. A másik dolog, ami időközben eszembe jutott, a liberalizmus és a neoliberalizmust mondok. Kérlek szépen, ugye megint csak a rendszer bázisa. A liberalizmusnak a bázisa az a tőkés osztály, mint olyan. A szabad verseny, de az a neoliberalizmus, a liberalizmuson belül a nagy tőke szabadsága. Miért okoz ez problémát? Mert a tőkés osztály szükségénél fogva nemzeti. Neki szüksége van a nemzeti jogalkotásra, a nemzeti katonaságra, a nemzeti bíróságra, amelyek mindazokat a szabályokat érvényesítik, amely a tőkés osztály számára elengedhetetlen. A neoliberálisnak nem. A neoliberálisnak ellensége a nemzetfogalom, mert ő világuralom, tehát ugye ez egész globalizáció. Majd Péter kijavítása, rosszul mondom, ugye. Tehát a globalizációs tendenciáknak a nemzeti határok akadályok. Orbán rémült cselekvése az új magyar tőkés, vagy egyáltalán tőkés magyar tőkés osztály létrehozása minden eszköze erre irányul. Tehát ezt, hogy itt minden klubnak rabolnak, meg egymás kezére átjátszanak, emögött az a hát ideológiának nem mondanám, mert ugye Orbánnak ideológiája nincs, csak szentsége. De ugye ez egész dolog erre épül. Hogy nem volt nemzeti tőkés osztály, hát akkor ő most majd csinál. És ezt az EU-s pénzek ilyen felhasználással egyébként nem is sikertelenül tette meg. Ezért is lehet mondani, hogy a Magyar Péter belépése ugye miatt túlon tudna akkorát változtatni, hiszen ez az osztály már létrejött. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy tehát az új liberalizmus, az a liberalizmuson belül annyiban új, hogy most már a nagy tőke ki akarja sajátítani a szabad vállalkozást saját maga számára. És inkább erre értik azok, akik ezt mondják, hogy liberál fasizmus? Ez ilyen szavakkal én nem tudok mit kezdeni. Szóval nem, ez egy olyan szó összetétel, ami nem mond semmit. Hát éppen az András előadásából is kiderült, ugye, hogy a fasizmus az egy gyűjtő fogalom. Igen, nem összeegyeztethető. Tehát egyik országban így valósul, meg másik országban úgy valósul, egyik országban ezt találják ki, valóban a bűnbak képzésben. Bűnbaknak a másiknál a másikra. Szóval az, hogy a pénzről szól, azt meg kár mondani, mert a kapitalizmus az a pénzről szól. Tehát, profitról szól. Tehát csak kiestem a gondolatomból sajnos. Lehetjük. Én mindkét fogalomról szeretnék valamit. Jó, mindegy, be is a neoliberalizmusról és a liberál fasizmusról is. A neoliberalizmus akkor került napirendre, amikor a 70-es évek elején a világ gazdaságválságba került olajropár, robbanás, válság, stb. Kamatok az egekben, infláció. Mi történt? A második világháború után a fejlődési modell, amit a világ követett, az a iparosítás modellje volt. A Algéria iparfejlesztési tervét a nemzetközi valuta alap dolgozta ki. Volt ennek egy ideológusa, egy francia ember, most én vagyok bajban a névvel, aki az iparosításnak a elvét hozta,
és még a fejlődő országoknak is ezt a modellt ajánlották, nem kevéssé a szovjet fejlődés hatásaként. És akkor bedöglött ez a dolog, a profitráták a mélybe szökkentek a 60-as évek második felétől, a 70-es években meg pláne. És akkor kellett kitalálni egy újat, és akkor jött a Reagan, Thatcher féle neoliberalizmus, amelynek megvoltak a tudományos ideológusai is, a részben magyar származású Milton Friedman kitüntetett szerep, Hayek és ezek, és kitalálták, hogy a kilábalás az lehet, hogyha a felhalmozódott petrodollárokat kihelyezik a fejlődő országokba, és hozzátársítanak egy olyan ideológiát, hogy meg kell nyitni a piacokat, meg kell nyitni a pénzügyi rendszereket, mert aki hatékonyabban tud termelni, az termeljen globálisan, és ne azok, akik sokkal kisebb termelékenységgel. Ez, ahogy a debreceni nagyon jól mondta, a legnagyobb tőkék, a legerősebb tőkék érdeke volt, és ezzel kezdődött a washingtoni konszenzusnak a korszaka, amikor a privatizálás és a piacnyitás lett a legfőbb. Liberalizmus-e ez valójában? Nem liberalizmus. Egyáltalán nem. Úgy tűnik, hogy ha megnyitjuk a piacokat, akkor ez egy liberális lépés. Be lehet az agymosásba ezt vonni, de ez nem az úgy. A liberál fasizmus. A liberál fasizmusról szóló vita a 20-as, 30-as évekig nyúlik vissza a munkásmozgalomban. Sokáig tartotta az a vélemény az internacionáléban magát, hogy a szociáldemokrácia Noske tevékenysége nyomán legalább annyira veszélyes a munkásmozgalom szempontjából, mint a feltörekvő meg müncheni sörpuccsos fasiszta mozgalom, és nagy vita volt 35 előtt a eddig internacionálisban arról, hogy mi a nagyobb veszély. Maga Sztálin is nehezen jutott el odáig, hogy belássa, hogy a Dimitrovi meghatározás alapján, most ne a meghatározás lényegéről beszéljünk, mert ezt a András egy kicsit tovább fejlesztette most, hanem a fasizmus és a liberalizmus veszélyességét már akkor vitatták, hogy melyik a veszélyesebb. Na most valamilyen formában ez a rendszerváltás után is Magyarországon újra fölvetődött. Mert tudva tudtuk, látva láttuk, hogy azok a neoliberális megszorító intézkedések, amiket a Bokros csomag nyomán, de már az Antalik elkezdtek, de akkor kiteljesedtek, amit a Gyurcsány művelt a néppel, ami valószínűleg jobban megnyomorította a magyar falut és a magyar dolgozókat, mint a Bokros csomag, a Gyurcsány kormány
és a vajnai kormány intézkedései, amik elvettek szociális jellegű támogatásokat a családoktól a lakásokat, akkor fölvetődött, láttuk, hogy a fasizmus szálláscsinálói. Ilyen értelemben használtuk és használta a munkásmozgalom a liberál fasizmus kifejezést, amennyire én tudom. Ki akar még hozzászólni? 6 óra 8 perc van, majd hogy nem ideális, hogyha még valakiben szorult. Kérem szépen, én nagyon elgondolkodtatónak, továbbgondoló atónak tartom a mai előadást és beszélgetést. Nagyon szépen megköszönjük Nagy Andrásnak, akiről a legelején nem mondtam el, hogy kandidátus, azaz a Tudományos Akadémia köztestületének tagja és egyetemi tanárképviselője. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és annyit mondok, hogy egy hónap múlva valószínűleg az argentin nagykövet fog hozzánk látogatni, remélhetően egy nagyon halovány előzetes egyeztetés elkezdődött vele, és akkor részben a választásokról beszélne. Reméljük, hogy a Dropa Gyuri akkor is itt lesz, ugyanis Dropa Venezuelában volt nemzetközi ellenőrként. Megfigyelőként ezen a választáson. Most Argentina vagy Venezuela? Igen, neked. Argentinát mondtam? Igen. Ez már korral jár. Egymással legyünk türelmesek, mindannyian öregszünk. Szóval Venezuela természetesen, és ezen kívül az amerikai embargóról, és a háttérben idén folyt érdekes diplomáciai tárgyalásokról reméljük, hogy fog érdekességeket mondani. Ezek a tárgyalások az Egyesült Államok és Venezuela között folyt. Akkor megköszönöm. Én még egyet hadd tegyek hozzá, hogy még egyszer megkérlek mindenkit, hogy fölkerül a YouTube-ra. A Szervezők a Baloldali YouTube csatornáján lesz majd látható. Terjesszétek. Inkább mi mossuk mások agyát, mint milyenket szennyezzék. Természetesen. Köszönjük szépen. Elmosztottam.